Az államalapítás évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen a kenyérszentelés és a díszpolgári díj átadása előtt Tiszalök városvezetése a Tiszalök városért kitüntető díjat adta dr. Krámor Katalin háziorvosnak, valamint a Tiszalöki Polgárőrség Egyesületnek. A legnagyobb ünnepünk a Szent István ünnepe, a kenyérszentelés ünnepe, hiszen alapító királyunk úgymond sokat dolgozott azért, hogy ez az ország több mint 1000 év múlva is megállja a helyét az európai közösségben, itt Közép-Európában, sőt a világban. Őre emlékeztünk, államalapítónkra, illetve hát így a új kenyér megszentelése is itt válik aktuálissá, és két egyház képviseletében szenteltek kenyeret nekünk, és kóstoltuk meg, és természetesen voltak olyan évről évre visszatérő programok vagy pontok, amelyek arról szólnak, hogy minden évben, ha érdemesnek találunk rá embereket, közösségeket, akkor osztunk ki díjakat, címeket. A két Tiszalök városért kitüntető cím mellett dr. Benkő Tibor vezérezredest, a Honvéd vezérkar főnökét Tiszalök díszpolgárává avatták. Természetesen nagyon-nagyon örülök ennek az elismerésnek, ennek a kitüntetésnek, hogy nevezzem annak, és büszke vagyok rá. Megható érzés, felemelő érzés, hiszen én itt születtem, gyerekkoromat itt töltöttem, de azt követően elkerültem Tiszalökről, de mindvégig büszkén vallottam, hogy én szabolcsi származású vagyok, azon belül is tiszalöki, és mindig is arra törekedtem, hogy élen járjak a munkában, élen járjak a tanulásban, mutassak példát, legyenek követőim. Az ünnepségen, miután a történelmi egyházak vezetői megáldották és megszentelték az új kenyeret, a megemlékezés résztvevői meg is kóstolhatták.